Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük adventi Isten tiszteletünk kezdetén a 181. dicséretet, amely így kezdődik: Jer áldott vendég, várunk tégedet. Sok szeretettel köszöntöm mai Isten tiszteletünk minden kedves résztvevőjét, gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Különleges alkalom ez a mostani, hiszen advent harmadik vasárnapját ünnepeljük, ezen a vasárnapon közeledünk a karácsonyhoz. Megkeresztelünk majd az Isten tisztelet keretében 16 gyermeket. Szeretettel köszöntjük őket és családjaikat. Egyúttal köszönjük gyülekezetünk missziói bizottságának, és különösen Patai Istvánné bizottsági elnöknek a mai keresztelési alkalom előkészítését. Karácsony előtt ez az utolsó családi istentiszteletünk, ma iskolánk 4. B osztályosai szolgálnak, fogadjuk majd őket szeretettel. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük azokat a testvéreinket is, akik a Somogy Televízió adásában lehetnek részesei a mai istentiszteletnek. Istentiszteletünk tévéközvetítése kedden este 20:30-kor, és jövő vasárnap délután 4 órakor lesz majd látható a Somogy Televízió adásában. Ahogyan megszokhattuk, a mai istentiszteletünkön is kivetítjük az énekeket, kérem, hogy dicsérjük együtt Istent énekszóval. És van egy különös kötelességem, ami különösképpen is kedves a számomra, akkor, amikor az iskolánk tanévnyitó ünnepsége volt, egy valaki hiányzott, és nem tudtuk átadni neki azt az emlékérmet, amelyet mindazok átvehettek a tanévnyitó istentiszteleten, akik 20 esztendeje, vagy legalább 20 esztendeje szolgálnak a református iskola közösségében. Úgy gondoltuk, hogy ez a mostani alkalom jó lesz arra, hogy pótoljuk az akkori múlasztásunkat. Szeretettel kérem Bellai Lászlót, legyen szíves előre fáradni és átvenni az emlékérmet és az emlékéremmel együtt járó oklevelet. Köszönjük azt a 20 esztendőt, amit közöttünk töltöttél. Nekem meg különösképpen is jó az, hogy a testvéremnek adhatom. És most készüljünk a keresztelésre. A 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Amen.
Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyerekek, nagyon sok szeretettel köszöntjük mindnyájukat, mindnyájatokat a kaposvári református gyülekezet közösségében. Áldjuk Istent, aki arra indította a szülőket, keresztszülőket, hogy gyermekeiket elhozzák ma ide közénk, és kérjék, hogy a keresztség által befogadjuk őket a református anyaszentegyház közösségébe. Hiszük Istennek az az akarata, hogy a gyermekeik megismerjék az Úr Jézus Krisztust, és az ő tanítványaként éljék majd az életüket. Mint bizonyára ismerős, a keresztség parancsát az Úr Jézus Krisztustól kapta az egyház népe a következő szavakkal. Búcsúzott Jézus a tanítványaitól, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyerekek, egy egészen különleges nap ez a mai, hiszen keresztelünk mi sokszor sok gyereket, de így együtt ennyit nem sűrűn kereszteltünk ebben a templomban. Örülünk, hogy itt vagytok, és örülünk, hogy a szülők így döntöttek. Kérdezhetné valaki, hogy mi a jelentőség ennek az egésznek, ami most történik. Régen úgy gondolták, és vannak egyházak, ahol ez a gondolat a mai napig él, hogy ha valaki nincs megkeresztelve, akkor pogány, mondták. Kívül esik az Isten országán, meg kívül esik az Isten szeretetén. No, ez nem így van. Ez nem így van. Hála Istennek ez nem így van. Ez egy nagyon emberi gondolat, és egy nagyon félre sikerült emberi gondolat, mert a Bibliának az egyik legfontosabb üzenete az, így írta le János apostol a maga első levelében, hogy ő előbb szeretett minket. Az, hogy az Isten szeret, hogy a maga gyermekének tekint bennünket, az nem függ össze valamiféle eseménnyel, mondjuk a kereszteléssel, vagy bármi mással. Az Isten előbb szeretett minket. Mielőtt még megszülettünk, mielőtt a szüleink gondolatában, szeretetében megfogantunk. Az Úristennek a szeretetében már ott voltunk, és attól a pillanattól kezdve folyamatosan ott vagyunk. Folyamatosan ott vagyunk. Nincs az életünknek egyetlen olyan rezdülése, ami az Úristen tudta nélkül történne, amit ne látna, és ami merjük hozzátenni, ne az ő szeretetéből történne. Az, hogy most megkeresztelünk benneteket, az, hogy kedves szülők, most megkereszteljük a gyermekeiket, az egy megerősítése annak tulajdonképpen, hogy igen, mi is így gondoljuk. Mi is így gondoljuk, hogy az Úristen szeretetében élünk. Mi is így gondoljuk, hogy ő az egész életünket, a gyermekeinket, az ő minden lépésüket, ahogyan növekszenek, mindent a kezében, a szeretetében tart. Erre mondunk most igent. Meg igent mondunk arra, hogy szeretnénk oda tartozni, azoknak a közösségébe, akik így gondolkodnak, az egyház közösségébe, egy gyülekezet közösségébe. Mi az iskolában nagyon sokat megteszünk azért, hogy a gyerekeikben mindez tudatosodjon, kedves szülők. És azt kérem, hogy segítsenek ebben, legyenek a segítségünkre. Higgyék el, a legtöbb, amit mi a gyermekeinknek adhatunk, a legtöbb az, hogy abban a biztos tudatban élik az életüket, hogy ők az Isten szeretetében élnek.
Tegyünk most együtt vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megveszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvéreim, kérlek benneteket a hitvallás tétel után jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Kérlek feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, kérlek feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és szüleiknek, keresztszüleiknek, családjuknak minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. Csendesedjünk most el imádságra, vigyük Isten elé most megkeresztelendő gyermekeink és szeretteink életét. Istenünk, mindenható édesatyánk, köszönjük, hogy te elénk jövő, bennünket megelőző szeretettel szeretsz bennünket, és áldunk, hogy elérkezhet emberi életekben az a pillanat, amikor mi választ tudunk adni, mert tudatosult bennünk a te elénk jövő szeretetedre. Arra kérünk, segíts, hogy ez az alkalom lehessen a gyermekeink, a családjaik életében ez a mai nap. Hadd tudják úgy átélni mindazt, ami történik, a keresztség sákramentumát, ajándékát, hogy abban a te elénk jövő, hozzánk közel jövő szeretetednek az ajándékát láthassák. Köszönjük a gyermekeket, akiket megkeresztelhetünk. Köszönjük a családokat, amelyben eddig növekedtek, és arra kérünk, hogy áldásoddal, szereteteddel kísért mindnyájuk életét, az életük folytatásában is. Köszönjük az iskolát, ahol lehetőségük volt és van a mi gyermekeinknek jobban megismerni téged, többet megtudni rólad. És köszönjük a gyülekezet közösségét, amely nyitott szívvel várta, kérte, fogadja a ma megkeresztelendő gyermekeket. Kérünk, legyen rajtunk a te áldásod, legyen velünk őriző, oltalmazó szereteted egyen-egyenként és együtt közösségben is az életünk minden napján. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. És most az egyház gyakorlatának megfelelően kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát. Arra kérem a szülőket, segítsenek majd, és mondják a megkeresztelendő kisgyermeknek a nevét. Péter, légy szíves, hajolj egy kicsit előre. Úgy.
Péter, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Kira. Kira. Hajolj előre egy picit. Kira, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Milán. Milán, hajolj előre. Milán, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Péter Ádám, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Mirko. Igen. Hajolj előre kicsit, Mirko. Mirko, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Réka. Hajolj előre, Réka. Réka, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon ti nektek békességet. Amen. Úgy nagyon jó. Kende, Csongor, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Jó van. Zsombor. Zsombor, hajolj előre kicsit. Úgy jó. Zsombor, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Gabriel? Vanda Gabriella. Hajolj előre picit. Vanda Gabriella, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Dorka. Hajolj előre, Dorka. Dorka, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Tünde. Hajolj előre, Tünde. Tünde, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Árpád, hajolj előre kicsit, hajtsd a fejedet úgy. Árpád, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Viktor, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Szabina, Nikoletta. Szabina, Nikoletta, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. És Barnabás, hajolj előre. Barnabás, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon ti nektek békességet. Amen. Kérjünk most áldást, most megkeresztelt gyermekeink és szeretteik életére. Énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét, megáldjon téged az Isten. Isten tiszteletünket énekléssel, 312. dicséretet énekeljük, annak valamennyi mind a 4 versét.
Az első vers így kezdődik. Várj, ember szíve, készen, mert jő a hős, az Úr. Kedves gyülekezet, a mai Isten tiszteleten a 4B osztály szolgál. Kérjük, fogadják szeretettel tőlünk Naamán történetét. Az Isten olyan jó, erős és biztos, semmi nincs, mit ő nem tehet. Az Isten olyan jó, erős és biztos, semmi nincs, mit ő nem tehet. Isten oly nagy, oly erős,
Rendezd, atyám, lépteimet, kérlek, fogd a kezem. Vezess utamon, légy mindig velem. Belőled lettem, mint napból a sugár, mint tengerből a pára, mint levegőből a szél, ajkám hozzád beszél. Szavaddal alkottál, most azzal vezess, lelkem befogad, mert teljesen üres. Naamán az arámok hadsereg parancsnoka volt. Mindenki ismerte bátorságát és az erejét. Az ellenségei, köztük Izrael, féltek tőle, saját királya pedig nagyra becsülte. Gazdagon és boldogan élt a palotában addig, ameddig Naamán gyanús foltokat nem vett észre a testén. Először nem akart hinni a szemének, elhesegette a dolgot, de a foltok nem akartak ámulni. Sőt, mintha tovább is terjedtek volna. Bélpoklos lett. Ma ezt a betegséget leprának hívjuk. Naamán elkeseredett és megrémült. Most hiába minden, a palotája, a gazdagsága. Elveszti még a családját, a barátait is. Az utcára sem mehet ki, senki ezt hozzá nem érhet. Nem hiába retteget Naamán. Akkoriban a lepra gyógyíthatatlan betegségnek számított. Aki megkapta, annak el kellett hagynia a közösséget is. Naamán feleségének volt egy szolgálója, egy kis zsidó rabszolgalány. Ő jól ismerte Istent és az ő nagy hatalmát. Amikor meghallotta, mi történt Naamánnal, odaállt úrnője elé. Asszonyom, asszonyom, szabad-e szólálnom? Látom, nagy itt a baj, súlyos a fájdalom. De ha az én uram tisztelbe menne, Isten emberében szemtől szembe lenne. Kiről jó szüleim oly sokat beszéltek, tudom, vége lenne szörnyű betegségnek. Hallod, édes férjem, mit beszél a gyermek? Igaz lenne hát, mit mások is beszélnek, hogy Izrael népét Isten megáldja, s gyógyító erőket áraszt profétája? Egy-egy, édes férjem, találkozzál véle, ajándékot bőven rakjál a szekérre. Elindul Naamán nagy tele szekérrel, királya ellátja ajánló levéllel. Üdvözöllek téged, Izrael királya, küldi köszöntését Szíria királya. Mi van a levélben? Mi baja van vélem? Talán újra hadat üzen nékem? Még annál is rosszabb. Arra kér engemet, gyógyítsd meg bajából poklos vezéremet. Isten vagyok-e én? Élet hol áll ura? Látjátok, így keres okot háborúra. Elizeustól a prófétától üzenetet hoztam, ki is mondom nyomban. Ne szaggasd meg ruháidat, ne keserítsd szolgáidat, ne kergesd el vendégedet, keresem fel csak engemet, és megtudja nyomban helyben. Van proféta Izraelben. Naamán köszön, indul a szekér. Elizeushoz hamar odaér. Alig, ha megáll kapja előtt, követ lép hozzá, szólítja meg őt. A proféta imádkozik érted, az ég ura meg is gyógyít téged, csak arra kér, megfürödjél a Jordánban 7-szer. Ne kételkedéssel, cselekedd ezt hittel, és meggyógyulsz, hidd el. Indultam, de sorra csalódtam, mert a király tehetetlen, a próféta tiszteletlen. Előmbe ki se jön, hogy engem köszöntsön. Sebeimre tenné kezét, kiáltaná az úr nevét. Szemeim láttára, fülem hallására, ha törődne vélem, lenne reménységem. Ide jön szolgája, s a Jordánt ajánlja. Hát ide süllyedtem, nem fürödni jöttem. Vajon nem jobb a ké hazám forrásai, mint a kicsi Jordán gyenge hullámai? Azonnal forduljunk és hazainduljunk. Mert is hallgattam szolgálom szavára, hisz ékenységemnek csalódás az ára. Ne várt, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Szodomát. A mindennap kicsin csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgast, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog?
Nézd a sötét kék végtelenbe, nézd a kis ezüst pontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékod, hogy fut el előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halk, szilom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Atyánk és vezérünk, ne menj, arra kérünk, hogyha a próféta nagy dolgot kért volna, kincsedet, idődet nem sajnáltad volna. És most, hogy így kicsit kér, fürödjél meg hétszer, elmennél üresen, tele sértődéssel? Ha az ő Istenem valóban hatalmas, elég a Jordán is, csak szavára hallgass. Az Úr csodás, ami működik, de csendesül a vezér, kisgyermekké válik, megfogadja a szót, vonul a Jordánig, míg megfürdik hétszer, nyomorult testével, nagy csoda történik. Igen, ő rég akarja tisztulásod, akar te is, most már csak rajtad áll. Ne menj tehát tovább, míg meg nem áldott, s akar, többé nem űz a rút halál. Jót lelked, csak úgy szabadon szárnyal. Ó, mondd ki hát, mit kér az alkalom. Bűnbánó szívvel, igaz akarással akarom. Szörnyű betegség észrevétlenülről nem fájdeben, sőt halálba halad. Vedd észre hát az orvos közeléről sokáig titkolt poklosságodat, képmutató lelkednek sok fekélyét, mely észrevétlen fertőz másokat, tetted szavadnak éles ellentétét, míg teste töltse a bűnös gondolat, egy szót kiálts, ha más ezzel letorkol, mint gyógyulásra hív az alkalom, hisz életet függ most egyetlen szótól. Akarom! Nincs kivétel, senki, hidd el. Ma minden ember így vagy úgy beteg. Imádkozunk örök, könyörgő hittel, imádkozunk nyomorgó emberek, mint akit az idő legjobban sürget, mint haldokló az élet érte meg. Hozzuk hamar hát haldokló hitünket, kár minden percért, mert meddőn pereg. Ne szégyeljünk szívünkből sírni könnyet, zokogva kérni, bátran szabadon, őszintén szóljunk egy szót csak, ne többet. Akarom! Szemekönyvtől fénylik, mert érzi, jól látja. Nincs már foltossága, nincs már kiütése. Újjászületése kezdődik a vízben. Könyörült az Isten. Ilyenkor, mikor összetöpörödünk és alázatba öltözünk, szűkölve, nyűszítve, térdre rúgva, imádkozva. Ezt mindig valami nagy nyomorúság, valami istentelen szomorúság előzi és itatja át, mint mikor leomlik a gát, s az ember meglátja önmagát. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsanával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem tüzes nappalom, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. Hozzád, Isten prófétája, mélységes irántad szívemnek hálája. Fogadd köszönetül ajándékaimat, hordozd imádságban további utamat. Az Úr előtt állok, övé az életem. Ajándékaidat én most el nem veszem. Tanuld meg belőle, ilyen a kegyelem. Akkor annyi földet ajándékoz nékem, amennyit hazámba kivisz két összvérem. Hagy áldozzak rajta, egyedül az Úrnak, mert most bálványaim mind a földre hullnak. Pogány király mellett
téfitek körében, mutassa el föld is, ő a reménységem, biztos örökségem. Eredj el békével! Az Úr örömében! Szenvedésed, Isten adta ruhád, először sehogyan se illik rád. Úgy találod, hogy nagy neked, belnőhetsz, ha békén viseled. S ha Isten ráteszi áldó kezét, erőt arra is áld, hogy úgy viseld végül a szenvedést, mint drága ünneplő ruhád. A fájdalmas sóhajtások feszítik a lényed, tedd össze a két kezed és imádkozz. Ha azt érzed, igazságtalanul bántak veled, tedd össze a két kezed és imádkozz. Ha magas hullámok verdesik fedetlen fejed, tedd össze a két kezed és imádkozz. Ha gonosz erők iszonyú támadását érzed, tedd össze a két kezed és imádkozz. Ha emberi lehetőségeid végét érzed, tedd össze a két kezed és imádkozz. Ha erőd fogytán és gyengén roskad összetérdel, tedd össze a két kezed és imádkozz. Ha döbbenten hallgatod bajban lévő testvéred, tedd össze a két kezed és imádkozz. Ha arcod mossa a másikért hullatott könnyed, tedd össze a két kezed és imádkozz. Ha ismerheted, Urunk, igaz történetét, tedd össze a két kezed és hálálkodj. Ha olvashatod Isten útmutató igéit, tedd össze a két kezed és hálálkodj. Ha megérezted már féltő nagy szeretetét, tedd össze a két kezed és hálálkodj. Ha látni hagyta már mérhetetlen kegyelmét, tedd össze a két kezed és hálálkodj. Ha tapasztaltad már gondoskodó két kezét, tedd össze a két kezed és hálálkodj. Ha döbbenten látod Krisztusunknak keresztjét, tedd össze a két kezed, és hálálkodj. Ha fájdalmasod nézed Jézusunknak sebb helyét, tedd össze a két kezed, és hálálkodj. Ha lelkével értheted áldozatos életét, tedd össze a két kezed, és hálálkodj. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük gyerekek, meg köszönjük a tanítónéniknek is. Készüljünk most az ige hirdetésre. A gyerekek énekelték a 479. dicséret első versét, mi most a másodikat énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Ami segítségünk, együttlétünk további részének megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Egyetlen mondatot szeretnék felolvasni egy másik ószövetségi könyvből, Rút könyve második fejezetéből, a 12. verset. Ez a kalauz szerinti mai napi ígénk. Legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Bevallom, amikor megtudtam, hogy mi lesz a mai családi istentiszteletnek a témája, egy ószövetségi történet, ami időben is, meg sok minden egyébben is eléggé messze van tőlünk, meg pláne messze van az adventtől, amit ünnepelünk, akkor egy kicsit zavarba jöttem. 41 éve szolgálok, de nem jellemző az, hogy nagyon zavarba szoktam volna jönni. Most ez történt. Hogy lehet advent harmadik vasárnapján Naaman történetéről beszélni? Vagy mit lehet mondani? Ez volt az első gondolatom, aztán ha már ez az íge, akkor ehhez kell ragaszkodni, gondoltam magamban, és próbáltam találni valami hozzáigazodó ígét, újszövetségit, adventit. De nem nagyon találtam. És akkor megnéztem a mai ószövetségi bibliaolvasó kalauzt, és ez az íge került elém. Hadd olvassam még egyszer. Legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Mi köze ennek a két történetnek, Rút történetének, egy moábi származású idegen asszonynak a történetének, és Naamán történetének egymáshoz, meg mi köze az adventhez? Egymáshoz annyi köze van, hogy mind a ketten idegenek, kívül esnek az Isten népe közösségén. Egyik Szíriából jön, az a Szíria nem a mostani Szíria, az a Szíria az egy világbirodalom akkor, és ennek a világbirodalomnak a hadsereg parancsnoka az, aki Izraelbe jön, aki keresi a próféta segítségét, mondhatni áttételesen keresi az Istennek a segítségét. És itt van ez az asszony, egy kis népnek a köréből jön, oda kerül Izrael népe közösségébe, aztán mindent elveszít, meghal a férje, és ő ott marad, mint az ujjam. Egy idegen népnek a közösségébe. Egy olyan népnek a közösségébe kerül az egyik is, meg a másik is, akik ismerik az Istent, ők meg nem ismerik az Istent. Egy olyan népnek a közösségébe kerülnek, akik várják a szabadítót, és itt vagyunk az adventnél, akik abban a bizonyosságban élnek, hogy az Úristen egyszer majd elküldi az ő ajándékát,
ők azt gondolták, hogy Izrael népének. Ők meg semmit nem tudnak erről. Sem Naamán, amikor oda megy Izraelbe, sem Rút. Jó lehet, ott éli már az életét. No, azt gondolom, hogy az adventnek egy nagyon-nagyon fontos üzenete fogalmazódhat meg akkor, amikor ennek a két embernek a történetét nézzük. Azt tudnilik, hogy nagyon téved az, aki azt hiszi, hogy az Úristen által megígért szabadítás, meg az Úristen által megígért szabadító, meg az, aki eljött az első karácsonyon ebbe a világban, a názáreti Úr Jézus Krisztus, az egy szűk kis körnek az ajándék csupán. Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy az Úristen csak egy kis népnek ajándékozta. Nagyon téved, aki azt hiszi ma, hogy ez a szabadító, ez nyilvánvalóan azok, akik hisznek benne, akik ott ülnek a templomba unos-untalan, akik valamilyen módon azért kötődnek hozzá. Nagyon téved, aki azt hiszi. Az Úristennek a szeretete, az nem egy korlátok közé szorított szeretet. Az Úristennek a szeretete, az egész mindenséget átölelő szeretet. Hogyha fellapozza valaki a János Evangélium a 3. fejezetét, akkor mit találott? Azt találja, úgy szerette Isten a világot. És aki esetleg érti a görög nyelvet, és görögül olvassa, akkor rá fog csodálkozni arra a szóra, ami ott van, amit mi használunk a mindennapjainkban is. A világ ott, a János Evangélium a 3. részében, az ezzel a szóval van kifejezve kozmosz. A mindenség. Kozmosz. A mindenség. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Nem egy népnek, nem egy szűk közösségnek, nem néhány kiválasztottnak, kegyesen kiválasztottak, hanem a mindenségnek adta. A mindenségnek adta. Azaz, abba a szeretetbe, ahogyan Isten szereti ezt a világot, belefél Naamán is, a szír hadvezér, a maga nyomorúságával, a betegségével, belefél Rút is, a maga nyomorúságával, az özvegységével, a magára maradottságával. Az Istennek a végtelen szeretetébe, mindent és mindenkit átölelni tudó szeretetébe beleférünk valamennyien. Beleférünk valamennyien. Azok is, akik tudnak róla, meg azok is, akik nem. Azok is, akik hisznek benne, meg azok is, akik nem. Azok is, akik keresik az Istent, meg azok is, akik ügyet se vetnek rá. Az ő szeretetébe beleférünk mindannyian. Utaltam a keresztelésen arra a gyönyörű ígére, ami a János első levelében található. Isten előbb szeretett minket. Isten előbb szeretett minket. Nem úgy van, ahogyan sokan gondolnák, meg sokan meg is fogalmazzák ki, és mondják, hogy na vigyázz, azért vannak annak kemény feltételei, hogy téged szeressen az Isten, és elkezdik sorolni ezeket a feltételeket, és szerintem a világ végéig tudnák egyesek sorolni, hogy mi minden feltétele van. No, az Úristen azt üzeni, hogy nincs. Semmiféle feltétele nincs. Semmiféle feltétele nincs annak, hogy ő bennünket a szeretetével megajándékozzon. Semmiféle feltétele. És hogyha valakinek efelől volna kétsége, akkor csak annyit gondolkodjon el önmagáról, önmaga kicsi életéről, hogy honnan van az életem? Honnan van, hogy egészséges vagyok? Honnan van, hogy vannak körülöttem, akik szeretnek engem, és akiket én tudok szeretni? Honnan van? Ezek ilyen véletlenszerű dolgok az életemben, vagy netán valakitől kaptam? Igen, valakitől kaptuk. Az Úristentől kaptuk. Az Úristentől, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Adventnek ugye ez az üzenete, és hadd bővüljön ki ez az advent üzenet ma mindannyiunk számára azzal, hogy legyünk bárkik, éljünk bárhol, jöjjünk akárhonnan. Az Úristennek a szeretetében mi benne vagyunk. És az a szabadítás, a szeretetnek az a kézzelfogható valósága, ami az első karácsonyon eljött ebbe a világba, az Úr Jézus Krisztus, az mindnyájunké.
mindnyájunk szabadítója, mindnyájunk barátja, mindnyájunk életének a megörvendeztetője. Készüljünk így a karácsonyra, várjuk így az ünnepet örvendező szívvel, azzal a bizonyossággal, hogy mi mindannyian, kicsik, nagyok, benne vagyunk az Isten szeretetében. Amen. Válaszoljunk az ígére, még mindig a 479. dicséretet énekeljük a harmadik vers éneklésével. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, Atyán, köszönjük, hogy Te megelőzöl bennünket a szereteteddel, előbb szerettél, mint ahogyan hallottunk volna rólad, ahogyan megismerhettünk volna téged. Áldunk, hogy ezzel az elénk jövő szeretettel ölelsz magadhoz mindnyájunkat. Köszönjük neked, hogy te nem vagy személyválogató, Isten. Nem úgy van, hogy vannak, akiket szeretsz, és vannak, akiket nem. Áldunk, hogy a te szereteted az ugyanúgy árad mindnyájunkra. Legyünk bárkik, jöjjünk bárhonnan, menjünk bármilyen irányba. Akár veled, akár nélküled, te akkor is szeretsz. És áldunk az életünknek azért a pillanatáért, amikor mindenre rádöbbenünk, rácsodálkozhatunk, amikor átmelegíti a szívünket az öröm afelett, hogy milyen jó, hogy szeretsz, és milyen jó, hogy mi te hozzád tartozunk, hogy ismerhetünk, hogy megszólíthatunk, hogy bízhatunk benned, hogy kérhetjük erődet, segítségedet, gondviselésedet. Istenünk, Atyánk, arra kérünk, segíts, hogy ebben az adventben hadd tudjunk ebben elmélyülni, hogy milyen jó te hozzád tartozni, milyen jó a te szeretetedből élni, milyen jó a te szabadításoddal élni ebben a világban. Kérünk, áld meg a készülődésünket, és kérünk, áld meg majd az ünnepünket. Segíts, hogy minden emberiben, ami az adventhez, a karácsonyhoz kötődik, és minden emberin túl, hadd lássunk téged. Téged, aki úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te ország. Legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem, hogy ránk következő vasárnap a szokott rend szerint lesznek az Isten tiszteleteink, advent utolsó vasárnapját ünnepeljük majd jövő vasárnap, és utána már tényleg csak néhány nap, és itt van a karácsony.
Hétközben megtartjuk a szokásos alkalmainkat, és szombaton várjuk a konfirmációra készülőket 10 órára a gyülekezeti házba. Nyilván azokat, akik nem a Lóránfiba járnak, hanem különböző kaposvári iskolákba is úgy készülnek a konfirmációra. Szeretném hirdetni, hogy az iskolai karácsony ünnepségünk december 18-án, tehát a ránk következő héten, pénteken, délután 5 órakor lesz itt a templomban. Szeretettel várjuk szülőket, gyermekeket, gyülekezetet, mindenkit erre az alkalomra. És azt is szeretném hirdetni, hogy miután egy héttel eltolódott a kárpátaljai indulásunk, 20-án tudunk csak elindulni, ezért még mindig várjuk az ajándékdobozokat, szívesen veszük a pénzadományokat. Az a jó, hogyha minél több segítséget tudunk vinni oda Kárpátaljára. Legkésőbb december 17-éig kérjük az ajándékdobozokat is, meg az adományokat is. Jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten két testvérünktől kellett búcsút vennünk, Tóth Zoltánné testvérünk 89 esztendősen, Horváth Gábor pedig 71 földi esztendő után ment el szerettei közül. Szeretteiknek Isten vigasztalását kérjük. Végül figyelmébe ajánlom a gyülekezetnek az adakozást, tudván a jó szívű adakozót szereti az Isten. Isten tiszteletünk befejezéseként az áldás vétele előtt egy olyan éneket énekeljünk, amit szeretünk, de nincs az énekeskönyvünkbe, ki fogjuk vetíteni. Egy szép adventi ének, valamennyi mind a 4 versét énekeljük, kérem kivetíteni. Utána pedig nemzeti imádságunkat énekeljük majd, és legvégül vegyük Isten áldását.
Végezetül áldás, kegyelem és békesség adassék nektek attól, aki eljött, és aki eljövendő az Úr Jézus Krisztustól. Övé a hatalom és a dicsőség örökkön örökké. Amen.